Évezredes tapasztalatot őriznek a gyógynövények, amelyek sokféle panaszra nyújtanak enyhülést. Fülben fában orvosság tartotta a néphit, és a nemzedékről nemzedékre hagyományozott tapasztalat és gyakorlat mindmáig nagyon gazdag. Fülben fában teatra címmel szerveztek programot az IFI házban, ahová minden korosztályt és érdeklődőt szeretettel vártak a szervezők. Gyakorlatilag egy baráti együttlét, olyan értelemben, hogy nem panaszkodunk, hanem inkább azt nézzük, hogy mi a jó, és mi az, aminek örülhetünk. Volt itt régen egy ilyen Fűben fában orvosság nevű csoport. Nagyokat teáztunk, beszélgettünk, megnéztük, melyik évszakra milyen gyógynövények jók, és úgy hiányolták ők is, meg én magam is hiányoltam azt, hogy összejöjjön újra ez a közösség. Maga az intézmény is örült neki, hogy ők vannak, úgyhogy így jött össze. Ez most nem gyógyteja volt, nagyon finom, a kolléganőm készítette, szilvásfahéjas tea volt, és tea, amit most iszunk. Magyarországon több mint 3000 növényfajta ismeretes. Ezek közül 200 tartalmaz olyan hatóanyagot, amelyet a gyógyszeripar is felhasznál, de körülbelül 1000 honi növényfajú minősíthető gyógynövénynek. A természetes gyógymódok előtérbe kerülésével is egyre nagyobb szerepet kapnak életminőségünk javításában. Egyre növekedik azok száma, akik nem csak ismerői, de gyűjtői és rendszeres fogyasztói is. Mindenkit, akit érdekel az, hogy milyen mentális és akár spirituális egészséggel éli az életét, tehát mit gondol saját magáról, a világról, aki vágyik egy kis kimozdulásra, közösségre, egy másik emberre, az itt megteheti. Gyakorlatilag nincs megcélzott szociális réteg, inkább egy gondolkodásmódot próbálunk erősíteni. A rendezvény alatt a leghatékonyabb öngyógyító tevékenység a Meridian torna is előkerült. A torna olyan pontokat vesz célba, amelyek masszírozása segíti a megfelelő immunválaszt. A Meridian torna nagyon egyszerű, bárki által végezhető, könnyen elsajátítható gyakorlatokból áll. Bármilyen korban végezhető. A torna gyakorlása több mint 100 féle betegségre van kedvező hatással. A 3-1-2 Meridian tornások, az Éva és a Zsuzsa tartott nekünk, Pálfi Lászlóné és Nagy Zsuzsa tartott nekünk egy 15-20 perces Meridian tornát, amivel felfrissítettük a testünket. Aztán bementünk, ettünk, teáztunk, pogácsáztunk. El kell mondanom, hogy egy fantasztikus közösség, mindenki hozott, vagy nagyon sokan hoztak süteményt magukkal, és letették az asztalra, és akkor leültek, teázgattak, beszélgettünk, utána megnéztünk kifejezetten jó híreket, tehát olyan dolgokat, amik most jó tendenciák a világban. Beszéltünk a Z-generációról, akiknek más már a vásárlási szokása, sokkal környezettudatosabbak, sokkal többet fektetnek az etikára, az erkölcsre, arra, hogy milyen minőségű étel honnan származik, hogyan lehet a földet óvni, és ők, vagyis ti vagytok az új generáció, és valóban azt gondolom, hogy ez jelenti a reményt arra, hogy pozitívan tud fordulni a világ. Ezekről beszéltünk a bioházakról, amik új jelenségek, egy jó ideje már, és hasonló témákról. Tudósok kiderítették, hogy a pozitív gondolkodás nem csak a mentális stressz szintet csökkenti, és ezáltal közvetetten pozitív hatást gyakorol a testi egészségre, hanem ezen felül az optimista életfelfogás erősíti az immunrendszert, és így szintén képes megelőzni a betegségeket. Ennek egyében telt a rendezvény. Nagy remény, hogy tudjuk ismételni más-más témakörrel, más-más előadóval. Nyilván itt helyben lévő embereket tudunk megszólítani, akiknek adunk a véleményére, világlátására, tapasztalatára.